Hagyományőrző hímző tanfolyam indult Kárpátalján, Csaptelepülésen. A szervezők célja a vidék népművészeti motívumainak megismertetése volt. A résztvevők neves szakmai oktatóktól leshették el, többek között a beregi vagy a nagydobronyi hímzés technikáját. A nagydobronyi keresztszemes hímzést gyakorolják a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület hímző tanfolyamának résztvevői. A szervezet megalakulása óta a helyi hagyományok ápolásán és a magyar értékek megmentésén munkálkodik. Az egyesület tagjai korábban már felgyűjtötték a beregi szőttes és a nagydobronyi keresztszemes hímzés motívum kincsét, amelyet több országban is bemutattak Hrivnák Tünde divattervező ruha kollekciójának darabjain. A mostani programon szerettek volna ötleteket adni olyan alkotások megvalósításához, ahol ezek a minták a különböző használati tárgyaink díszítő elemeiként jelennek meg. Megpróbáltunk olyan platformokat kidolgozni, ahol ezek a hímzés minták, szőttes minták újjá tudnak születni. És már nem csak egy abroszon vagy egy vitrindíszítő terítőn jelennek meg nagymamáink szekrényébe vagy ruhás polcain, hanem ezek a mindennapi életünk részévé tudnak válni. A tanfolyam ötlete már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, amikor az egyesület vezetői részt vettek egy Veszprém megyei értékünnepen. Ekkor merült fel az igény egy kárpátaljai szakkör létrehozására, amely a hiteles népművészeti motívumok népszerűsítését és elkészítési technikájuk oktatását végzi. Ennek a megvalósításában segítettek most az anyaországi szakemberek. Az anyaországból hoztunk nagyon jó minőségű alapanyagokat, fonalakat, szöveteket, amivel tudnak dolgozni majd a hímzőasszonyok és lányok. Nagyon fontos, hogy itt is ezek a minták, ez a mintakincs megőrződjön, és egy nagyon fontos, hogy nem pusztán a minták másolásáról van szó, hanem ezek úgymond újrafogalmazásra kerülnek. A hímzett motívumok újraértelmezésében Szuperné Bohus Judit népi iparművész volt a résztvevők segítségére. Az ő vezetésével folytak a napi foglalkozások. 2017 óta dolgozik a kárpátaljai mintakinccsel. Ezeknek az elkészítési technikáját mutatta meg a mostani tanfolyamon. Nekünk másolni nem szabad. Tehát nekünk a mai kor követelményének megfelelően kell dolgozni, és vannak elvárások, hogy ezt tudjuk használni. És természetesen újra kell fogalmazni ezt, de a sajátosság jegyeket, azokat muszáj megtartani, de az én ezeket a virágokat, a motívum kincseket én soha sehol nem láttam. Tehát egyedülálló a magyar népművészetben a kárpátaljai. A résztvevők többsége már régóta foglalkozik hímzéssel, a hagyományos kárpátaljai mintákkal viszont a legtöbben csak itt ismerkedtek meg. Emellett megtanulták a helyes színhasználatot és az anyag fonákjának eldolgozási fortéjait is. Itt egy tarisznya készül, ami dobronyi hímzésgyűjteménnyel van kihímezve. Három színnel dolgozok, sötétkék, piros és zöld. Rengeteget megtanultam, mert ugye én keresztemes hímzések úgy magamtól tanultam meg, és most meg lehet nézni a hímzésnek a hátulját, hogy most megtanultam azt a technikát, hogy a hátulja is olyan szép legyen, mint az eleje a hímzésnek, úgyhogy ennek nagyon örülök. A kárpátaljai minták mellett a Balaton felvidéki fehér hímzéssel is megismerkedhettek a jelenlévők. Integetőkendőt, asztal és kenyérkosárkendőt, valamint úgynevezett takargatót is készíthettek ezzel a díszítési technikával. A tanfolyam résztvevői a zárónapon megalapították a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhelyt. A tervek szerint ezentúl havonta összegyűlnek majd egy közös eszmecserére. Mint mondják, szeretnének fejlődni és saját közösségeikben továbbadni az itt megszerzett tudást, hogy magyar népművészeti kincseink megmaradjanak az utókor számára is.